Állásbékesség Márk evangélium a negyedik részéből a 21. és a 22. verset olvasom. Ezután megkérdezte tőlük, Jézus, vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék, mert nincs semmi rejtett dolog, ami kine derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Kedves testvéreim! Mivel három fiúgyermekes szülők vagyunk a férjemmel, ezért sok minden megtörtént már az év alatt, az alatt a 21 év alatt, amióta gyermekeket nevelünk. Úgy gondolom, sok szülőnek ismerős a csak úgy magától kifejezés. Csak úgy magától tört össze, tört be vagy el. Mi persze sandán nézünk a gyerekünkre, és megpróbáljuk elhinni azt, ami lehetetlen, de a gyerekünk tovább magyarázza a lehetetlennél lehetetlenebb variációkat a történtekre. Aztán lehet, hogy még aznap este vagy napok, akár évek múlva csak kibújik a szög a zsákból, és szembesülünk a valós történettel a gyerekünk szájából. Erre viszont sokszor csak annyit mondanánk legszívesebben, én ezt a kezdetektől tudtam. Ilyen, ami mennyei atyánk is, sőt, ő tényleg mindenható, aki mindent tud és lát, és nem utólag szembesül az igazsággal, mint mi szülők. Ő azonnal tudja, hogy mit teszünk, vagy éppen nem teszünk meg. Komoly figyelmeztetés ez az ige a jónásoknak, akik úgy gondoljuk, hogy Isten elől el lehet menekülni és el lehet rejtőzni. Semmi, sem a tetteink nem rejthetők el. Mert nincsen olyan rejtett dolog, ami kine derülne, mondja az ige. Ha ebben a tudatban éljük a mindennapjainkat, sokkal megfontoltabbnak kell lennünk. Vagyis kellene mert emberből vagyunk, és ez lehetetlen. Minden percben úgy élni, hogy az Istennek tetsző legyen, képtelenek vagyunk rá. De még mielőtt elszomorodnánk és feladnánk, Isten azt szeretné üzenni nekünk ezáltal, a rövid üzenet által, hogy nála készen van a bocsánat, már 2000 éve elkészítette nekünk a megoldást, hogyha elbukunk és eltakarjánk a védkeinket, akkor tudjunk feltekinteni a keresztre. Krisztus ezekért a bűnökért is meghalt már akkor, amikor még mi nem is éltünk. Hozzá mehetünk, nála békességre lehetünk, ha úgy gondolnánk, hogy a rejtett dolgunkból valami hátrányunk származna. Ő nem elítél, hanem szeretettel felemel bennünket a porból és magához ölel. Megadja az újrakezdés lehetőségét. Bátran boruljunk le Isten előtt, és mondjuk el neki azokat a dolgokat, amiket legszívesebben takargatnánk, rejtegetnénk, és senkinek sem mondanánk el. Ne várjuk meg azt a pillanatot, amikor Isten ítélőszék előtt kell majd megállnunk a végső számadás napján, mert akkor már nem lehet bocsánatáért esedeznünk. Ott már ő fogja felfedni ezeket a rejtett dolgokat. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt, mondja az egyik kedves énekünk. Borulj oda, és ne titkold el azt, amit ő már tud. És hidd el, ha ezt megteszed, a lelked könnyebb lesz, és sokkal jobban meg fogod érezni Isten szeretetét, amelyel magához akar ölelni. Amen. Imádkozzunk. Menjél, Atyám, köszönöm neked, hogy hozzád nem félve és rettegve kell jönnöm, mert te mindent tudsz. Bátran odaborulok most eléd és könyörgök, hogy bocsásd meg minden rejtegetett dolgomat, amikre nem vagyok büszke, sőt szégyellem azokat. Köszönöm, hogy ezekre most újra rávilágítottál, mint ahogy a lámpás bevilágítja a szobát és bátran valhatom meg neked ezeket. Köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy mindig megadod az újrakezdés lehetőségét. Amen.